A zord időjárás miatt éppen üres a máskor igen népszerű bicikli út Kaposztrekcső határában. Sokan szoktak a lakótelep melletti úton futni, kerékpározni, nordic walkingolni. Éppen ezért döntött úgy a település vezetése, hogy itt egy szabadtéri fitness parkot alakítanak ki a sportszerelmeseinek. Mindenre a Magyar Falu program pályázatán elnyert összeg biztosított lehetőséget. Több millió forintot nyert erre a község, mondja Badáci Csiba Zsuzsanna polgármester. Láttuk, hogy már most nagy keretje van, hiszen pont egy olyan biciklis út mellé helyeztük el, ami gyakorlatilag főleg azóta, hogy van ez a pandémiás időszak, egy frekventált terület lett. Nagyon sokan gyalogolnak erre, nordic walkingoznak, bicikliznek, futnak, és azt mondom, hogy pihenésként is, vagy pedig plusz erősítésként itt meg tudnak állni. Badáci Csiba Zsuzsanna azt mondja, a település lakosságának közel negyede él a lassan teljesen átalakuló lakótelepen, így létfontosságúak a további fejlesztések. Most már azt mondom, hogy kezd szépülni, megújulni. Egy vállalkozó megvett itt 3 tömböt, ami most jelenleg az első kerül felújításra, illetve garázsokat épített, illetve a másik 2 is szeretné felújítani a közeljövőbe. Kaposztrekcsön a Magyar Falu program révén megújulnak az utak, közterek. Már eddig is számos fejlesztést hajtottak végre a településen, és ez a jövőben is folytatódni fog.